Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt lakosságot. Minden településen vannak olyan emblematikus, jelképes épületek, amelyek szorosan hozzákapcsolódnak az adott közösség kollektív érzületéhez, amelyekhez sokaknak fűződik valamilyen élménye, emléke, hosszú évek munkatapasztalata. Ilyen épületegyüttes itt Devecserben az egykori Járási Berta Kórház épületegyüttese, itt a hátunk mögött, amely most már évtizedek óta egyre inkább leromló állapotban van. Régóta vágyott álma a településnek, hogy ez az egykor szebb napokat látott kórházépület valamilyen funkciót találjon, illetve valahogyan ezt az ingatlant megújíthassa a település. És örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy sikerült találni egy olyan pályázatot, ami által a település régóta vágyott álma, az egykori Járási Berta Kórház felújítása megvalósulhat. Ugyanis 2016. januárjában a területi operatív program keretében benyújtottunk egy pályázatot szociális alapellátás fejlesztésére, amelynek a cél területe éppen a kórház ingatlan együttese. És csütörtökön kaptuk a jó hírt, hogy ez a pályázat, ahol az önkormányzatunk által megigényelt összeg 120 millió 600 ezer forint fölött van, ez a pályázatunk nyert. És elmondható, hogy néhány éven belül ismét használhatóvá válik az egykori kórház épülete, mégpedig oly módon, hogy a város szociális intézményeinek jelentős része átkerül a főépület front részébe. A terveink szerint ide fog átkerülni a Devecseri Családsegítő Szolgálat és Központ, a Deák tér 2-es számú 1790-es műemléképületből, ezen kívül az Eszterházy kastély frontépületéből pedig átkerül ide az idősek nappali foglalkoztatása, illetve étkeztetése, valamint a házi segítségnyújtás is. Azon túl, hogy szakmailag is indokolt ezeknek az intézményeknek az egy épületben való elhelyezése, hiszen Devecser vonatkozásában ugyanaz az intézményvezető irányítja a családsegítő szolgálatot és központot, aki egyúttal viszi a házi segítségnyújtást, illetve az idősek nappali foglalkoztatását is. Természetesen logikus, hogy sokkal hatékonyabbá válhat így az irányítás, a működtetés. Ezen kívül nem elhanyagolható szempont az sem, hogy sokkal költséghatékonyabb lesz a fenntartás, hiszen a kastély épületét nagyon nehéz télen kifűteni, és mivel műemléképületről van szó, nagyon sokba kerülne a felújítás, az energetikai korszerűsítés pedig szinte lehetetlen. Abban bízunk, hogy ezen a helyszínen egy sokkal költségkímélőbb, hatékonyabb működést tudunk megvalósítani a szociális intézményeink tekintetében. És hát természetesen az sem mellékes Devecser vonatkozásában, hogy egy olyan épület együttes újulhat meg, amelyhez nekem személy szerint is van kapcsolatom, hiszen a szüleim annak idején itt születtek, ahogyan elmondhatja nagyon sok devecseri, hogy ő vagy valamely családtagja ebben az épület együttesben látta meg a napvilágot. Még egy fontos hozadéka lehet a kórház területére, a kórház épület együttesére elnyert pályázatnak, mégpedig az, hogy megvalósulhatnak régóta vágyott múzeumaink, a Devecseri Városi Múzeum, illetve a Devecseri Gárdonyi Géza Múzeum. Hiszen a Családsegítő Szolgálat és Központ áthelyezésével megüresedik a Deák tér 2-es szám alatti műemléképületünk, amely abszolút alkalmas arra, hogy ott kialakítsuk Gárdonyi Géza
emlékére a múzeumunkat, illetve a kastély frontépületéből pedig az idősek nappali foglalkoztatása, étkeztetése áthelyezésével lehetőség nyílik a Devecseri Városi Múzeum megszervezésére. Az elnyert mintegy 120 millió forintos pályázati összeg elegendő lesz arra, hogy az épületet teljesen felújítsuk, illetve Sebessén Géza építészmérnök által készített tervrajz alapján oly módon alakítsuk át a belső teret, amely a szociális ellátásnak teljes mértékig megfelel. Ez természetesen az intézmény vezető asszonnyal a pályázat benyújtása előtt egyeztettük. A tervek szerint 2018-ban már használatba is veheti az épületet a Devecseri Családsegítő Szolgálat és Központ, a házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali foglalkoztatása és étkeztetése. Mint ahogy arról már korábban többször és több plénumon tájékoztattuk a tisztelt lakosságot, önkormányzatunk számos pályázatot nyújtott be a 2016-os évben, főként a területi operatív program keretén belül, ahol Európai Uniós támogatásra lehetett pályázni. És ezek közül a pályázatok közül nem csak a kórház felújítására kaptunk pozitív választ, hanem a Medgyeserdei iparterület kialakítására benyújtott pályázatunk is eredményesnek bizonyult. Ezen a pályázaton mintegy 311 millió forintot nyert Devecser városa, mégpedig elsősorban arra, hogy a Medgyeserdei önkormányzati területünkre kivezetésre kerül az ivóvíz, elkészül a teljes ivóvízhálózat, valamint a szennyvízhálózat is. Ezt a pályázatot megelőzte még az előtte levő évben, a 2015-ös évben az integrált településfejlesztési stratégiai tervnek az elkészítése, amelyet megküldtünk a megyéhez, és ezt a településfejlesztési stratégiát már akkor támogatta a megye, mégpedig ezt a projekt ötletünket, hogy a Medgyeserdei területen iparterületet alakítsunk ki, beépítette a megyei integrált településfejlesztési stratégiába. Tehát bíztunk abban, hogy ez a pályázat is sikeres lesz, hiszen ezt megelőzte már egy előzetes támogatás a döntéshozók részéről. És még egy sikeres pályázatról be tudok számolni, ami előzménye lehet egy nagyobb volumenű beruházásnak, mégpedig arra is pályázatot nyújtott be városunk, hogy a Bocskai utcában bérlakásokat építsem. Ez tulajdonképpen egy kétkörös pályázat, az tud indulni a második körbe, aki az első körben sikeresen szerepelt, viszont az első körről már kaptunk egy pozitív döntést, 60 millió forint összeg erejéig, ami várhatóan reményeink szerint folytatódni fog azzal, hogy az úgynevezett leromlott városi környezet rehabilitációja című pályázaton el fogjuk nyerni a támogatást a Bocskai utcában bérlakások kialakítására. És bízunk abban, hogy még azoknál a pályázatoknál is pozitív döntés születhet, amelyek még elbírálásra várnak. Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, támogatását, akik részt vettek valamilyen módon abban, hogy Devecser város önkormányzata sikeresen vegye a pályázati kört a területi operatív programon belül, és már most arról tudjunk beszámolni, hogy nyertes pályázatokkal rendelkezünk. Szeretném megköszönni Devecser város önkormányzata hivatalának, munkatársainak, Bendes István jegyző úrnak, valamint Szentes Gáborné ügyintéző kolléganőmnek a pályázat elkészítésében való közreműködését, Sebessén Géza építészmérnöknek a tervezésben való közreműködését, és természetesen a döntéshozói oldalon dr. Kovács Zoltán államtitkár úrnak, térségünk országgyűlési képviselőjének, valamint Polgár Imrének, a megyei közgyűlés elnökének. Szeretném azt is elmondani,
hogy a pályázatoknál nagyon fontos szerepe volt az Aditus Kft.-nek, annak a pályázatíró cégnek, akikkel önkormányzatunk egy hosszú távú együttműködést kötött. Nyilván az ő szerepük sem elhanyagolható, hogy ezek a pályázatok alkalmasnak ítéltettek arra, hogy megvalósulhassanak.